test és lélek rovatunk jelentkezik, és a diétákról fogunk beszélni, de talán egy kicsit másképpen. Nagyon sok divat diéta van, hát ezeket próbáljuk most egy kicsit csoportosítani, és hát tisztába tenni ezeket. Itt van már velem a stúdióban a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára, Erdélyi Sipos Alíz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ön fogalmazta meg ezt, hogy divat diéták, hát mit jelentenek ezek, vagy mely diétákra kell gondolnunk itt a divat diéták alatt? Bármire, amit az emberek végeznek, és nem az egészséges táplálkozáshoz tartozik. Ugye a felmérések is mutatják, hogy nem táplálkozunk jól, hiszen 60% fölött van a túlsúlyos és elhízott felnőttek emberek száma, és rengeteg olyan betegség van, ami vezeti a megbetegedési statisztikákat, ami mögött a helytelen életmód, és ezen belül a táplálkozás van nagy részben. Természetesen más tényezők is szerepet játszanak. Tehát ahol érthető, hogy az emberek szeretnének változtatni, mert érzik, hogy valami nem jó. Viszont a divat diéták például, akik elsősorban mondjuk testtömegcsökkentés miatt kezdik el, az biztos, hogy rövid távon nagyon látványos, nagyon eredményes. Hosszú távon viszont visszahízzák, vagy még többet híznak vissza a koplalással, vagy egyéb ilyen drasztikusabb diétákkal más betegségek is előjöhetnek. Tehát rövid távon látványos, de hosszú távon nem eredményes, és mint mindennél így is, itt is így van, ha az okokat nem szüntetjük meg, akkor ugyanúgy visszajön a súlyfélség vagy a túlsúly. Akkor ezek veszélyesek is lehetnek, ezek a manapság divatos, és mondjuk interneten is olvashatunk ezekről a diétákról, ezek mondjuk veszélyt jelentenek akkor a szervezetünknek? Hát attól függ, hogy ki milyen súllyal indul, milyen életmódot folytat, és melyik típusú diétát, hiszen az is sokszor előfordul, főleg inkább a fiatal lányoknál, hogy ők úgy érzik, hogy túlsúlyosak, vagy talán kövérek, és gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor nem tartoznak egyáltalán ebbe a kategóriába, csak ők nagyon-nagyon vékonyak szeretnének lenni, és egy drasztikus fogyókúra számukra biztos, hogy egyáltalán nem előnyös. Van például ez a 90 napos diéta, amiről talán már mindenki hallott, ez egyik nap keményítőt jelent, másik nap fehérjét kell lenni. Ez például ártalmas lehet a szervezetünknek, vagy ennek mondjuk mi a hátránya ennek a diétának? Én azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne egy egyénre szabott testtömegcsökkentő diétát folytatni, amikor megnézzük, hogy milyen a páciensnek az alapanyag cseréje, ahhoz és az életmódjához irányítunk egy fogyókúrát, vagy testtömegcsökkentést, és természetesen be kell iktatni a mozgást. És akkor megnézzük azt, hogy ő milyen leterheltséggel dolgozik, irodába dolgozik, rohangálós, vezet, vagy még az is lehet, hogy árupakoló, tehát egy erősebb fizikai munkát végez, és akkor annak megfelelően, mert ez nagyon fontos, hogy ne éhezzen, megtaláljuk azokat az élelmiszereket, ételeket, amit el tud fogyasztani, és mondjuk a másik, hogy ne vonuljon el egy káposztával, vagy egy tojással, vagy bármivel a családtól 90 napon keresztül, mert ő éppen azt egyáltalán nem eheti, amikor a többiek vacsoráznak. Tehát ez egy nem feltétlenül egy jó irány. Milyen egy ideális diéta, vagy akkor van olyan diéta, elképzelhető olyan diéta, amit mondjuk még élvezni is lehet, tehát nem az, amiről beszélt, hogy mondjuk itt tényleg 90 napon keresztül csak káposztát eszik az ember. Van, természetesen. Először is megnézzük, hogy ki eddig, hogy táplálkozott. Nagyon sokan a rohanó életmód miatt mondjuk este esznek, vagy késő délután, mert napközben rohannak, idegesek, feladatot kapnak, és akkor jóval többet esznek, mint ami szükséges. Nagyon sok embernél már az segít, hogyha 3 vagy 5-ször étkezésre állunk rá, plusz valamilyen mozgást el kell kezdeni. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos. Akinek hát valóban van plusz zsíradéka, akkor egy zsírégető mozgás, de mellette nagyon fontos, hogy az izomtömeget ne veszítsük el, mert ha veszítünk az izomtömegünkből, akkor egyre kevesebbet ehetünk. Tehát végül is azt szoktam mondani, hogy elhízottra fogyókúráztatja magát az a páciens, aki nem ennek megfelelően táplálkozik, tehát többszöri étkezés, és minden tápanyag legyen benne. Tehát az nem jó diéta, ahol teljesen elhagyom mondjuk a szénhidrátokat, vagy
teljesen elhagyom zsiradékokat, tehát egyik se vezet, mindegyikből, és az egyén életvitelének meghatározott, hogy éppen melyik tápanyagra koncentrálunk, melyiket szorítjuk meg, de nem hagyjuk el teljesen. De gondolom a zöldségek és a gyümölcsök azok mindig legyenek kiemelkedő helyen és első helyen. Igen, de zsiradékra is ugyanúgy szüksége van a szervezetnek a testtömeg csökkentés esetében is, és fehérjére is. És akkor itt most visszakapcsolnék egy korábbi beszélgetésünkre, amikor az okos tányérról beszélgettünk. Ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a honlapján megnézhető, vagy hát ott segítséget nyújtanak, segítenek a diétázni vágyókon és azokon, akik mondjuk tényleg egy testtömegcsökkenést szeretnének elérni? Hát ugye az nem testtömegcsökkentéssel lett kialakítva, az egészséges felnőtt lakos, tehát egy normál súlyú és életvitelt folytató embernek ajánlott táplálkozás, de az a cél. Tehát, hogyha valaki az összeállított testtömegcsökkentő diétával elérte a célját, akkor sem arra állunk vissza, amit eddig evett, hanem, és akkor itt jön be az okostányér elveinek megfelelő. És például, amikor már valaki elérte a súlyt az okostányérban, nincsenek tiltott élelmiszerek vagy nyersanyagok. Csak a gyakoriság és a mennyiség. Tehát ezért érdemes a normál testtömeget elérni, mert akkor nincsenek tiltások. És akkor tényleg megtaláljuk azt az egyensúlyt itt mondjuk az okostányérban, amit mondjuk ideális lenne követni. Sokszor beszéltünk már a délelőttben különböző ételallergiákról, itt mondjuk a tej, a tojás, a glutén, ezek vezető helyen szerepelnek. Ez egy másik téma, ezek másik diéták. Ezt hogyan érdemes elkezdeni, hogyha valaki tényleg rájön arra, vagy diagnosztizálják, hogy mondjuk tojásallergiája, vagy mondjuk tejallergiája van, akkor hogyan kell ezt egyik napról a másikra kell elkezdeni ezt az új életet? Módot, az új táplálkozást? Hát a kérdésében benne volt egy kicsit az, hogy rájön arra, az még nem elég. A diagnosztizálják, abban az esetben, ha allergológus vagy gasztroenterető, akkor rendben van, de ha nem rendelkezik ilyen végzettséggel, akkor el kell menni kivizsgáltatni, ugyanis nagyon sokszor bizonyos intolerancia vagy allergiának a tünetei sok más betegségnek a tünetei is lehetnek, és ezt ki kell vizsgáltatni, mert akkor csak egy felszínes kezelést végzünk, és esetleg elfedünk egy olyan, akár súlyosabb betegséget, amit ha tovább mennénk, és kivizsgálnánk, és azt kezelnénk, akkor sokkal jobban lenne a páciens. Tehát ez a legfontosabb, és ezt nagyon-nagyon sokszor lehet, hogy ez volt, elhagytam, és sokkal jobban vagyok. Valamelyest biztos, hogy jobban van, de ha nem az van mögötte, akkor az a másik, ami a valódi okot, az tovább munkálkodik idézőjelben a szervezetet. Tehát ez a legfontosabb. És amikor valóban, hogy úgy mondjam, elfogadott vizsgálati módszerrel lett diagnosztizálva, akkor kell dietetikushoz fordulni, és végig beszélni azt, hogy milyen nyersanyagok, és talán még ez a legkevesebb, hogy milyen nyersanyagok, hanem milyen élelmiszerek, amelyekben akár rejtetten benne lehetnek azok az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok, hogy azokat hogyan kell kerülni, mire kell vigyázni, hiszen itt a diéta az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagnak a mindenképpen egy kiiktatása. Igen, itt én már, amikor feltettem a kérdést, próbáltam belemondani azt is, hogy diagnosztizálták, hiszen ez nagyon fontos, amint mondta. Eltérő lehet ugye a szervezetnek a válasza ilyenkor. Sok helyen, vagy az embereknek a szervezete nagyon látványos változást mutat egy-egy ilyen diétának az elkezdésekor. Miért veszélyes csak úgy belevágni ezekbe, hogy mondjuk manapság divatos az, hogy én nem eszem glutént, én nem iszom tejet. Ezek milyen veszélyt rejthetnek? Hát ha nincs mögötte diagnosztizálva, tehát én valamilyen divatból elkezdem, azért, mert a glutén, ugye, amit nem esznek, a buza, átparozs, zab, ugye ezek a mindennapi életünk részét képező gabonák, amiből kenyeret készítünk, és ahogy az okostányérban is van, nagyon fontos a megfő rostbevitel, a teljes körlésű gabonák fogyasztása, tehát így sokkal nehezebb. Ha nincs rá szüksége, akkor miért kell kiiktatni? És akkor ide jön az, hogy ezek a termékek értelemszerűen jóval drágábbak, hiszen sokkal másképp kell összeállítani más alapanyagokból. Azt a sok-sok pénzt akkor érdemes olyanra fordítani, amivel inkább az egészséges táplálkozását, vagy akár az életmódját támogatja meg. Nagyon szépen köszönöm, Alice, hogy itt volt velünk, és hogy segítséget adott ezekben a diétákban nekünk.